Szóval kedves szimpatizánsok, az a helyzet, hogy el kell, hogy mondjam itt Kövér László háza előtt azt, hogy én erre az emberre valamikor 20 évvel ezelőtt nagyon-nagyon nagy tisztelettel néztem. Valahol a politikai gondolkodásunk még 20 évvel ezelőtt egy síkon volt. És úgy gondolom, hogy nagyon sok ember még evel így volt, akik valamilyen formában megszavazták azt, hogy ő a parlamentben képviselő lehessen. Itt a háza előtt szembesültem abban az iszonyú arroganciával és gőggel, hogy nem hajlandó az emberekkel szóba állni és visszaköszönni. Kérdezem én, László, te hogy neveled a gyerekeidet? Mi lesz a gyerekeidből a jövőben? Nem gondoltál te arra, hogy a te munkásságod miatt a gyerekeid szégyelni fogják magukat? Mert én szerintem igen, szégyelni fogják magukat. A mai nappal kapcsolatosan Réphülöpön jártunk. Egy 70 éves idős asszonyt lakoltatott ki a végrehajtó teljesen törvényellenesen, végrehajtási okirat nélkül. Végrehajtási okiratot nem tudott a végrehajtó bemutatni, és a rendőrség ehhez segítséget nyújtott. Engem 4 rendőr tepert a földbe, és állítottak elő teljesen törvénytelenül, felszólítás nélkül. Úgy gondoljuk, és tudjuk, hogy ez az eset, ami ma Réphülöpön történt, ez tovább fog menni jogilag, és azok a rendőrök, akik ma ott cselekedtek, ők ki fognak vetkőzni hamarosan, és el fogják foglalni méltó helyüket abban a cellában, amit a törvény szán nekik. Én úgy gondolom, hogy ha odáig jutottunk, hogy a bíróságok már azt mondják, hogy ez és ez a pont ezekben a devizahiteles szerződésekben kétséges, de még nem mondták ki teljesen, de már kétséges, akkor igenis a házelnöknek és az összes parlamenti képviselőnek egyszerre egyöntetően azt kellene képviselni, hogy állítsuk meg a kilakoltatásokat. És ezért vagyunk itt. Nem azt mondtuk, hogy aki simlisségből került ebbe a helyzetbe, hogy ne lakoltassák ki. De mindaddig, amíg nem tudjuk megállapítani jogilag, hogy ki az az ember, akinek az életét visszafordíthatatlanul tönkretesszük a családjával, a gyerekeivel és az unokáival együtt, addig ezt az intézkedést már az elmúlt 24 órában meg kellett volna hozni. Hát miért nem hozzák meg, László? Hát meddig tart azt mondani, hogy kormányrendelettel a mai naptól meghatározatlan időre mindaddig felfüggesztjük a kilakoltatásokat és a végrehajtási záradékokat, amíg ezt törvényesen nem rendezzük. László, ha én kölcsön kérek tőled valamit, és azt mondom, vagy azt mondod nekem, hogy ezt 10 hónap alatt visszaadod nekem 10% kamattal, mondjuk 1 millió forintot, és visszaadok neked 1 millió 100 ezeret, az tisztességes. De amikor a bank azt mondja nekem, hogy az 1 millió forint helyett 4 milliót adjak vissza, ez tisztességtelen. Ezt ti is tudjátok. Ehhez nem kell gimnázium, nem kell doktori disszertáció. Ehhez csak emberi érzés kell. És mégsem gyakoroljátok azt a hatalmat, amit mi rátok bíztunk. Elmentek mellette, és hagyjátok, hogy a népetek, akik odaengedett benneteket a hatalom közelébe, tönkre menjen. Hát nem szégyelitek magatokat? Úgy őszintén. A rendőrség a kedvenc témám. Én nagyon szeretem a rendőröket. Addig, amíg a dolgokat végzik, amíg az esküjükre büszkék lehetnek, amikor azt mondják, hogy szolgálunk és védünk, de amikor odállunk, és a végrehajtónak biztosítjuk az útját a népellenes cselekedethez, az bűncselekmény, kedves rendőr kollégák. Bűncselekmény, törvénnyel büntethető bűncselekmény. Tessék szíves lenni megnézni a katonai törvények között, ott van, hogy a rendőrnek mikor kötelessége megtagadni a parancsot. Ha pedig lelkileg nem tudja elviselni, hogy odaállítják, akkor vetkőzzön ki. Ez a minimum tisztesség, ami elvárható egy magyar rendőrtől. Nézzük meg, mi történt Bulgáriában ma éjszaka. 20 ezer ember vette körül az országházat, és nem tudják kimenekíteni a képviselőket. Egy pillanat. Tudjuk, hogy itt is ezt kéne, de azt tudjuk, hogy a Magyarországház felépítése olyan, hogy több titkos kijárata van. Tehát onnan a képviselőket ki tudják hozni.
Anélkül, hogy mi ezt észrevennénk. Itt valami másféle harcmodort kell nekünk a jövőben gyakorolni. Én azt mondom, kedves civilek, mindenki, itt nagyon sok szervezetnek a vezetőit látom, hogy minden hamarabb üljünk össze, határozzuk meg újfajta harcmodornak a miben létét, és minél előbb döntsünk teljesen radikális lépések mellett. Tudjuk, hogy a kormánycsoport tevékenysége bizonyos sok embereknél nem szimpatikus, mert szembeállnak a hatalommal. Nekifeszülnek a rendőrökkel, még akkor is, amikor a rendőrök túlerőben vannak. Ez egy természetes reakció, egy természetes önvédelem, amire a magyar törvény lehetőséget is ad. Ugye arról van szó az alaptörvényben, hogy az állampolgári engedetlenség jog, ugyanakkor kötelesség. Amikor én tudom azt, hogy a hatalmat gyakorló képviselőink úgy viselkednek, ami az állampolgároknak nem megfelelő, akkor a jogomat gyakorolni kell, és ha nem gyakorolom a kötelességemet, akkor bűnt követtem el. Tehát én akkor vagyok jogtisztelő állampolgár, amikor szembeszegülök a hatalommal. A hatalom meg akkor követel nagy hibát, nagyon nagy jogi hibát, amikor ezt a szembeszegülést nem veszi figyelembe azokat a katonai törvényeket, amik a fegyveres erőkre vonatkoznak, és olyan súlyos jogsértésbe esnek, túlkapásba, ami az állampolgárokat sokszor fizikailag is lehetetlenné teszi. Az, hogy még idáig egyetlen egy csoport nem támadott és nem ütött, vagy nem vett elő fegyvert, az annak köszönhető, hogy a magyar nép türelmes, de nem hülye. Előbb-utóbb az lesz, fiúk, hogy innen-onnan előkerül valami olyan, amit ólommérgezést lehet kapni. És az első, az tőletek fog elesni. Lehet, hogy közülünk is ott marad valaki a flaszteron, de nem számít. Ebbe az országba rendet kell rakni az állampolgárok érdekébe, amiben a rendőrség is beletartozik. Nektek is vannak családotok, gyerekeitek, amire gondolnotok kell, mert az elkövetkezendő 20-25 év, ami előttünk áll, amiről újra fel kell építeni ezt az országot, amilyen szépen tönkretették, az a ti gyerekeiteket, a ti unokáitokat is sújtani fogja. Ha ti ezt támogatjátok, akkor nagyon rossz úton jártok. Nem akarom tovább bántani a fegyveres erőknek a dolgozóit, mert hiszen ez is egy munkakör, azt is tudjuk, hogy parancsra tettük. Ma is elhangzott, hogy parancsra tette. Hát de egy másik parancsra meg ki fog vetközni és a börtönbe fog vonulni. Ez a szomorú valóság, ha ezt nem hiszitek el, majd meg fogjátok látni, mert addig fogjuk csinálni, ameddig ez nem így működik. Mi az, hogy a rendőr elveszi a mi híradás technikai eszközeinket és kitöröli belőle a felvételt? Hogy merő hozzányúlna a mi híradás technikai eszközünkhöz? És utána a szemünkbe röhög. De amikor mondtuk neki, hogy sajnos ez élesbe ment, és hát ez már valahol ott van az internet világában, amit csináltak, akkor rosszul lettek. Hát van ez így, van ilyen. Úgyhogy erről van szó. Én mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Nagyon köszönöm nektek, hogy kitartottatok itt emellett a megmozdulás mellett. Mindenkit arra buzdítok, hogy a jövőben sokkal intenzívebben tegyük a dolgunkat. Mert, amint mondtam, nem csak jog, hanem kötelességünk is.